A nagy meleg minden horgász erejét próbára teszi. Ilyenkor, ha van rá lehetőség, akkor húzódjunk árnyékba. A horgászbotok a helyükön és kapásra várnak. Ezzel a módszerrel azt érjük el, hogy a ponty, amikor fölveszi a csalit, nehezebben tudja kifújni úgy a horgot, hogy ne akadjon meg az a szája szélében. Ezzel a horogkötéssel készen is lennénk. Fölteszek még egy szilikoncsövet. Ezt a szilikoncsövet fogom majd ráhúzni a kapocsra, hogy a előke ne tudjon leesni. Ezt egy fűzőtűvel egyszerűen föl tudjuk fűzni. Így fent van az előkén. Az előkének a másik végére pedig kötünk egy hurkot. Körülbelül 20 centis előkét fogok kötni. Ez még az a hosszúságú előke, ami dobásnál nem fog nekünk feltekeredni. És meghúzom a kötést, maradék zsinót levágom, és ezzel kész is van az előke. Majsa fasználtan egyébként nagyon figyeljünk arra, hogy rendkívül tömény az anyag, mindössze néhány csepp elegendő a horogcsal ízesítésére. Arra nagyon ügyeljünk, hogy a kezünkre ne kerüljön, hiszen egy tisztítószerrel sem olyan egyszerű lemosni, rendkívül kellemetlen az illata. Erre a csalira tehát két cseppet tettem, és tulajdonképpen már a harmadik halat fogtam, miután újra ízesítettem. Hát úgy gondolom, hogy ez a mai napon bőven elegendőre, reméljük, hogy ezzel is néhány szép példányt sikerül majd fognunk. Most talán meg lesz. Azt a mindenit! Már majdnem a szágban volt. Azt a mindenit! És meg lesz. Szép hosszú testű nyurgapont. Érdekesség egyébként, hogy a nap elején kizárólag tükörpontyokat fogtunk, és az utóbbi négy pont az már mindegyik pikkelyes példány. Hát erről azt feltételezzük, hogy itt csoportban járnak, de hát táplálkoznak, felveszik a csalinkat, és tulajdonképpen ez a lényeg.